magadba, és a nincs, aki megölel, az még rosszabb talán. Megint csak kinyitom az üvegem, és a bánatomat temetem. Legalábbis ezzel nyugtatom magam. És rájöhetsz te is majd arra, hogy nem is olyan vészes a karma. Csókolom, világ, itt vagyok, keresek valamit a tegnapból. Utamon egy álom elkísér, ígérem, hogy holnap is itt vagyok. Csókolom, világ, itt vagyok, keresek valamit a tegnapból. Utamon egy álom elkísér, ígérem, hogy holnap is itt vagyok. Néha mindent feladnánk egy szóért, csak hozzám szólna már. Néha mindent feladnánk egy csókért, csak engem csókolna már. Hideg ez a város, de forró a szívem, gyere velem, öleld át a párnám. Filmezzük együtt vasárnap este, utána rendelek kaját. Csak számolj tízig, néha az ember is bízik. És rájöhetsz te is majd arra, hogy nem is olyan vészes a karma. Csókolom, világ, itt vagyok, keresek valamit a tegnapból. Utamon egy álom elkísér, ígérem, hogy holnap is itt vagyok. Csókolom, világ, itt vagyok, keresek valamit a tegnapból. Utamon egy álom elkísér, ígérem, hogy holnap is itt vagyok. Tudom, hogy mindennek van oka, és ja, tudom, hogy nem mindig az élet szép. Van az, hogy elesünk az úton, és a sebek ott maradnak rajtad olyan, mint egy lenyomat. És mégis haladok az utamon, ja, legtöbbször egyedül a vonaton. Ja, de tudom, hamarosan odaér, és befut ez a vonat, és ott állok majd a peremén, ja. Tudod, az életben van, hogy elfáradsz talán, de van egy ház, ahol éppen ébredsz, talán ott a boldogság. Mosoly vár, meleg kávé, az a pillanat sohasem másé. Tűrizd vele az álmod, rád is vár a boldogság. Csókolom, világ, itt vagyok, keresek valamit a tegnapból. Utamon egy álom elkísér, ígérem, hogy holnap is itt vagyok. Csókolom, világ, itt vagyok, keresek valamit a tegnapból. Utamon egy álom elkísér, ígérem, hogy holnap is itt vagyok. Csókolom, világ, itt vagyok, keresek valamit a tegnapból. Utamon egy álom elkísér, ígérem, hogy holnap is itt vagyok. Ó, fiúk! Lenyűgözőek vagytok. Köszi. Köszönjük szépen. Varga Viktor, szia Viktor. Ő az. Aztán sziasztok. A másik formáció a Different, benne Justin és Johnny. Sziasztok. Sziasztok. Hello, sziasztok. És itt van még Giovanni. Mindannyian egy zenészek és egy dal. Hello. Hello. Köszönöm, hogy eljöttetek, és mindannyian összejöttek egy zenei projektbe, de erről olyan keveset tudni, és olyan kevés írás van az interneten még ráadásul, amit a kiadó is kiadott, az olyan kevés, hogy felteszem a nagyon egyszerű kérdést, hogy ebben a projektben ki kicsoda, micsoda, mit csinál és miért? És tudom, sejtettem, hogy ez lesz, hogy mindenki néz a másikra, hogy ki fogja mondani. Mert demokrácia van, hát demokrácia ez nem működik. Van, az nem működik de sosem. Azt is megbeszéltük, hogy Viktort megpróbáljuk háttérbe szorítani. Viszont jó, akkor ami mondom, nem fog sikerülni. Ne menj sehova, gyere vissza. Mondom én akkor, hogy Justin beszél. Na Justin. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, köszönjük szépen a meghívást. Nagyon jól esett nekünk. Igazából, hogy kik vagyunk, mi a Different vagyunk, ugye benne van a nevünkben is, hogy különböző más, mint a többi. Mi kedves barátommal, Johnnyval Görögországban voltunk, nemrégiben 2 évvel ezelőtt kint dolgoztunk egy luxus szállodában, mint kisebb vezetők és szórakoztatásért felelős személyek voltunk, és ott megálmodtunk egy együttest, hogy csináljunk egy együttest, mivel nagyon közönség nagyon szereti, amit csinálunk a színpadon. És hazajöttünk, belevágtunk, de nem álmodtunk ilyen nagyot, őszinte leszek. Mi szívből, lélekből csináltuk azért, hogy nekünk legyen egy kis álmunk, amit így elkezdtünk így dédelgetni, és vigyázni rá.
de nem gondoltuk volna, hogy ideig eljutunk, hogy egy kiadó áll a hátunk mögé egy zenei kapcsán, és hogy itt is ülhetünk előttetek. Persze van múlt így a pop szakmában, de stóval több mint 20 évre visszamenőleg, és ennek köszönhetően így nagyon sok előadó művészt ismerünk, többek közt ugye a Varga Viktort is, mint kedves jó barát, így visszamenőleg ment több 10 évre, és sőt, még van nekünk külön élményünk is, amikor műsorvezető voltam még nagyon régen, akkor még riportalanyom is volt nagyon sokszor Viktor, teljesen máshogy nézett ki. És, biztos én voltam? Hát igen, rövid hajom. Mert a Király Viktorral szoktak kedvelni. Ugyanúgy néztek ki. Pont ugyanúgy. A hangotok is. És szóval vannak szép emlékek így mindenkihez kapcsolódóan. Giovanninak röviden, hogy kapcsolódik. Röviden... Giovanniról mit kell tudni? Hát, Hol maradtunk le? Mert én azt látom és hallom, és a próbákból hallottam, hogy ott azért van valami, nem most kezdte, az tuti. Hát sőt, valamiről nagyon lemaradtunk, jó? Nagyon. Hozzá annyira, minket képbe. Annyira, hogy most elmondom, lehet, hogy neked is be fog ugrani egyébként, így visszamenőleg. Annyi, hogy én például neki köszönhetem azt, hogy annak idején 2001-ben a Király Lindának lehettem a háttértáncos és koreográfusa, ott kezdődött. Minden a Big Brother 1-nek voltunk az arcai, föl se fogtuk, hogy mi történik, én ezt neki köszönhetem, én mutatott be a Király Tamásnak. És így jön be a Giovanni a képbe, hogy annak idején, ez több mint 21 évvel ezelőtt, bemutatott egy stúdióban, ahol éppen Király Linda a Szerelem utolsó vérig zenét készítette, és énekelte fel, és akkor a Giovanni, akkor, ha jól tudom, akkor még a For You együttes volt. Igen. A For You együttesben volt oszlopos énekes és zeneszerző hivatalosan is, ahol rengeteg slágert abban az időben, visszamenőleg, hogy képbe legyen a közönség, akkor voltak az együttesek nagyon menők, TNT, Shy Guys, Picasso Branch, Hip Hop Boys, emlékszünk? Aha. Emergency House, Erika C, For You. Aha. Ide ebben a közegben volt akkor ugye nagyon nagy sztár a For You együttes, nagyon sok számot ki is adtak, süket a telefon, és még sorolhatnám. Süket a telefon. Miért nem hívsz? Köszönöm szépen. Igen. Ezt a Giovanni. Megvan. Giovanni éneklés írta, igen, és akkor onnan jött utána neki egy váltás, hogy volt egy pici szünet, utána jött a Geg együttes, összeálltak újra, akkor már Geg néven, és akkor is kiadtak nagyon sok számot, a Szójrám például, Szójrám, ha nem lennék, mindig jó. Ez nincs meg. A másik az biztos, hogy megvan a néhány év után. Igen? Ott, ahol már a feateltek a kicsi dobmennal és dobmennal, ott a Sanyi énekelt, és ugye a Jovi a zongoránál. Ezt fel is dolgoztam most ugye a Nyári Kálmán és Curtis is, ami nagyon jól sikerült, szerintem több, majdnem 6 millió nézettségnél tart, szereti az ország. És utána kiutazott Jovi külföldre. Ezért nem hallottunk rólad. Így van, luxushajókon volt, de tényleg nagyon gyönyörű szép ezek a Titanic háromszoros akkora a hajó. Több ezer vendéggel, ott szórakoztatta a közönséget, utána Amerikába utazott, összejött egy nagyon szép lányjal, kint volt több évet, és utána haza, és én vagyok most neki igazából a szószóló. Önéletrajza. Nagyon jó. Én attól féltem, hogy ezt felteszem ezt a kérdést, és bátortalanul fogtok így csak ilyen lőzungokat durrogtatni egymásról, de hogy ennyi mindent el tudtál mondani a Giovanniról, ez valami fantasztikus, köszönöm szépen. Úgy, hogy Giovanni egy szót nem szólt. Ti barátok vagytok? Na jó, oké, összeszokott csapat, és Viktornak is hallottuk a hangját, hál' Istennek, szia! Hello! Sziasztok! És mi a kérdés, hogy én mit keresek itt? Ez a poén, hogy nem volt kérdés. Ja. De már csináltam. De igen, nyugodtan, hogy kerültél te a képbe, a te oldaladról nézve? Hát több oldalról is. Egyrészt ugye ott van a Magneoton, és Jovival, meg ugye most már az egész brigáddal. Te is ismerted Jovit? Nem, én nem ismertem. Én most ismertem meg őt. Illetve hát ismertem nyilván a dalokból, uh-huh. De személyesen nem. Viszont most kialakult köztünk egy tök jó barátság, szerintem az egész csapat felé. Hát ugye most már tudjátok azt, hogy nagyon régóta ismerem például Justint. Uh-huh. John is új számomra, viszont tök tehetségesnek tartom. És szerintem ez most így elég jól tud működni, meg ez mindig menő lesz így az ilyen fiú csapatok, csak most ez hiánycikk volt, most újra kezdődik, majd biztos egy ilyen is, és mi vagyunk az elsők, akik ezt most megcsinálhatjuk. Egyébként meg a dal kapcsán vagyok még itt, mert nem csak ugye featuring artist vagyok ebben, hanem én hangszereltem át, illetve nálam stúdióztuk az egész anyagot, és én ezt
tökre élveztem, mert ugye most karantén van, meg Covid van, meg minden hülyeség, és most így, ez csodás volt, hogy így együtt lent dolgozhattunk, és stúdióban így emberek. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et Budapesten is környékén, tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Ez csak egy zene, erejéig lesz, srácok, mert úgy látszik, hogy összeszokott csapatról van szó. Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez mindig igazából két lehetőséget vet fel. Mondja Giovanni, csak így szinkronizálok. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, mert ugye mondhatja ezt az ember, hogy hát igen, ez csak egy szám volt, de aztán lehet, hogy két hónappal később meggondoljuk magunkat, és azt mondjuk, hogy ezt még egyszer, ezt a formációt hozzuk össze. Egyelőre nincs ötlet. Lehet, hogy össze fogunk még jönni, lehet, hogy külön is fogunk együtt dolgozni, tehát mondjuk én Viktorral, én a Differenttel, Viktor a Differenttel, Viktor velem. Hallatszik, hogy Amerikából jöttél. Ja, bocsássatok meg a kiejtésem, nem, ezen tényleg az, figyelnem kell. Úgyhogy nem, tetszik, nyugodtan. Szurkálódok szándékosan. Ó, oké, szeretem ezt. Szóval igen, lehet, hogy ez a formáció ez még össze fog jönni. Egyelőre ez egy szám erejéig szólt, meglátjuk majd, hogy hogyan tovább. Most itt maradsz Magyarországon? Meddig természetesen. Tervezed? Hát én egy hosszabb ideig ugye dolgoztam kint, 2006-ban mentem ki először 3 hónapra, utána 2007-ben 6 hónapra, 2008-ban megint 6 hónap, és 2009-től már ilyen 9-10-11 hónapokat dolgoztam kint. De ez csak aztán zenei elfoglaltság? Csak zenei elfoglaltság, bárokba, hotelekbe zongoráztam, mint zongorista énekes. Aha. Tehát van olyan pozíció is, hogy a zongorista, de hát aztán, mivel hallották, hogy énekelek is, ezért ez a pozíciót is magamra tudtam úgymond venni. Kezdetben még, hogy őszinte legyek, csak egy kisebb, ilyen 350 számos repertoárom volt, amin aztán évek alatt dolgoztam. De ne hülyeskedj, most nekiállhatnánk és folyamatosan tudnál zenélni? Hát dalokból. Igen, így bele tudnék így mutogatni, igen, bármilyen hát, egy egész napot lezenélhetnénk így? Hát 350 dallal? Sokkal több van most már, eljutottam addig, hogy ilyen 1100 számom van, és hát nagyon sok kalandot éltem át a kinti munkák során, mert ugye kint is éltem Amerikába, és sokszor jöttek oda a vendégek kérni számokat, amiről fogalmam sem volt. Uh-huh. És akkor a majomfarka belelóg a viszkibe? Ismered? Hát ez nincs meg. De ezt az angol verziót mondod? Nem, ez hülyeség. Okay. És hát gyűjtenem kellett a repertoárt, és ez komoly elfoglaltság volt. Tehát így mondjuk kért egy vendég egy számot, és azt mondtam neki, hogy figyelj, tudod mi? Gyere vissza holnap, és akkor majd eljátszom. És akkor én visszamentem, ahogy ott laktam a hotelbe, és este gyakoroltam a számot, tanulgattam őket, és másnap el tudtam játszani a vendégnek. 5-10 dollár, 15 aha, dollár vagy 20 dollár, így simán így. Ugyan, teljesen jó életed volt kint. Miért jöttél haza? A karrierem miatt. Na, hát de az ott kint karrier volt, ne hülyéskedj már. Másfajta karrier, tehát két dolog, a karrier, meg a menyasszonyommal szétmentünk, és hát ezt én ilyen csalódásként értem meg, és akkor úgy gondoltam, hogy most kicsi az ország kettőtöknek. Így van, és egy ilyen jó nagy országból átköltözöm, most visszaköltözöm a kis országba, onnan származom, ahol születtem. Isten hozott. Örülünk, hogy köszönöm itt van. Köszönöm a meghívást. És alkossatok. Mi legyen a következő dal, mert hogy beszélgettünk arról is, hogy lesz még Different dal, Varga Viktor dal, Giovanni dal. Mi hát jöjjön akkor most? Akkor már játszom már a Jovi. Jovi? Hát hallgassuk már. Jovi. Szuper, akkor én eljátszanám azt a számot, amit időközben feldolgozott múlt évben a Curtis és Nyári Kálmán, és egy ilyen rövid verziót csinálok belőle, a szám címe néhány év után, amúgy ezt 2006-ban írtam, és milyen érdekes, hogy ennyi évvel később elővették. Oké. Okay. Vártad a hatásszünetet. Igen, mi is csak így elképedtünk rajta. Most éred be. Rég, valahol a múltban minden más volt még, csak a pillanat számított, s így volt szép. Aztán jött a változás, egy látomás, rám találsz, elvarázsolsz már, szerelem. Sose gondoltam, hogy lehet végtelen, mint a régi romantikus filmekben. Happy end az életünk, létezünk, két kezünk összezárul már. Néhány év után még mindig ég a láng, és remélem örökké így lesz, elkerül a vég.
és majd 50 év után még mindig gondolj rám. Hazudj kérlek, hitest el, hogy messze még a vég. Néhány év után még mindig ég a láng, és remélem örökké így lesz, elkerül a vég. És majd 50 év után még mindig gondolj rám. Hazudj kérlek, hitest el, hogy messze még a vég. Yeah. Hát igen. Hát igen. Hú, hallod? Én nem is tudom, tehát így összefoglalva, hogy a Néhány év után című dal eredeti előadójával, énekesével, dalszerzőjével most itt 2021-ben a Manna FM stúdiójában. Giovanni, köszönjük szépen! Én köszönöm, hogy itt lehetek. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Arról beszéltünk, hogy lift zene, hogy beszállsz a liftbe, és közben szól a zene, és akkor Giovanni biztosítja az aláfestő zenét a beszélgetés alatt, mert hogy úgy látszik, hogy lesz folytatás, de mi a helyzet Viktorral? Köszönöm szépen, jól vagyunk. Na, gyere ki, légy szíves a táblához, és felej, mi van veled? Elnézést, tár úr, nem vagyok jó állapotban. Mi a baj? Nem tudtam tanulni. Mi foglalt el mostanság ennyire? Mostanában nagyon sokat kellett csajoznom. Kim voltam Egyiptomban. Mit csináltál Egyiptomban, Viktor gyerek? Hát, énekeltem, tanár úr. Milyen dalokat? A sajátodat? Hát, amiket én írogattam otthon. Sok dalt írogatsz mostanában? Mindig. Aha. Folyamatosan? Egyfolytában, igen. Hát ez ömlik, mert ezeket nem én írom. Ezt mindig ki szoktam emelni. Hanem... Ez mit jelent? Azt, hogy itt kollektív egységtudat van. Csak most már jöjjünk most már rá tényleg teljesen, szerintem. Én ezt használom, hogy igazából beleömlik a fejembe. Én csak egy csatornát hagyok, ami én vagyok, egy csatorna, amin keresztül átfolyik a zene. Ez valami spiritualitás? Hát spirituális megközelítés? Mondhatjuk annak, de szerintem... Egy fentről jövő ihlet, aminek te, igen, vagy a végrehajtója? A művészet az pontosan erről szól, és nem csak a zeneszerzés egyébként, hanem az összes improvizatív alkotó tevékenység, az mind csak egy... az csak egy leképezés, valaminek a leképezése. De hát mi, az ember az egy eszköz. És ez a művészetet, ez hogy jön az ekkora média szereplés, a közösségi oldalakon, a tévé szereplés? Hát mondjuk muszájból. Ha, jó. Régen nagyon szerettem, és most is elengedhetetlen dolog az, hogy az emberek elé álljunk, és hogyha közölni is szeretnénk valamit, akkor megint csak ugye ott kell létezni a médiában is, és hát ez mostanra már így lassan 12 éve vagyok benne. Az igen. Ez így már most... Mintha tegnap lett volna pedig. Egyébként tényleg olyan. Szóval az elején még csinálni kellett a fesztivált, de most már nem. Most ez átfordult. Most minél kevésbé akarom, annál jobban történik. Ez hogy? Hát úgy, hogy átfordult. Hogy valószínűleg az az érdekesebb, aki nem akar érdekes lenni. Várj, ez egy újabb gondolat, amit ki lehetne én egy ilyen idézet mezőbe. Még egyszer mond? Valószínűleg... Hát már nem tudom, mert nem én mondtam, hanem az Isten. Na, valószínűleg... Zeus is itt van köztünk. Az az érdekes, aki nem akar érdekes lenni. Igen. Aha. Szerintem ez így van. Ez most az van, hogy beszippantott téged a cirkusz, és nem enged? Akármennyire nem is még a közben. Még ezt sem mondanám. Nem, egyébként most pont tök jó dolgok fognak történni velem, és pontosan emiatt, mert már nem izgat annyira, mint régen. Nagyon jó műsorok lesznek, amikben szerepelek, ami abszolút a jelenlegi karakteremhez illeni fog, ezekről nyilván nem beszélhetek még, de a TV2-n leszek elég sűrű mostanában. És azon kívül van egy tök izgalmas zsűrizés, például az, ami most nagyon tetszik, mert ilyenben még viszont nem volt részem. Ez a Roma Show? Az, aha. Az nagyon király dolog. Ugyanis én azt gondolom, hogy talán a legtehetségesebbek a romák itthon Magyarországon, és általában a roma zenészekkel dolgoztam mindig együtt, és tőlük tanultam nagyon sokat, pontosan Zsigmond Lacitól, mert nekem is hasonló életem volt, mint Jovinak, csak nekem itthon, én itthon játszottam bárakba, az ilyen popban, meg ilyen Four Seasons, meg ilyenekben, és együtt játszottunk ezzel a Lacival.
És hát mi is megtanultunk 6-700 dalt, ki tudja mennyi lett nekünk is belőle. Hát ezt évekig csináltam szinte ingyen, azt hiszem 2 évig ingyen játszottam, utána napi 5000-ért. és onnan lett ezek utána a tévés szereplések, és akkor már másképp. Summertime's rising, I feel fine. I think all the things out of mind. Gonna move it to the town to say goodnight. For a girl loves me right. Summertime's rising, I feel fine. I think all the things out of mind. Gonna move it to the groove to say goodnight. For a girl loves me right. Girl, woohoo. She's waiting for me in the town. Girl, woohoo. She's waiting for me in the town. The someone that stole my heart is waiting. She's looking at her phone. She knows that I'm always late, but not this time. I'm running on barefoot. She's eating the same things, taking the same ways. We're talking for hours and hours. When I'm looking at her, she's taking her face close, and then he started kissing. Girl, ooh-hoo. She's waiting for me in the town. Girl, ooh-hoo. She's waiting for me in the town. Summertime's rising, I feel fine. I think all the things out of mind. Gonna move into the town to say goodnight. For the girl who loves me right. Summertime's rising, I feel fine. I take all the things out of mind. Gonna move into the groove to say goodnight. For the girl who loves me right. Yeah. Summertime's rising, I feel yeah, all the things out of mind. So move into the town to say goodnight. For the girl who loves me right. Summertime's rising, I feel fine. I take all the things out of mind. Gonna move into the groove to say goodnight. For the girl who loves me right. Now make it. Hey. Summertime's rising, I feel fine. I take all the things out of mind. Gonna move into the groove to say goodnight. For the girl who loves me right. Hey. Girl who loves me right. Hey. Girl who loves me right. Oh, oh. Girl who loves me right. Oh, oh. Girl who loves me right. Oh yeah. 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 Girl who loves me. Girl who loves me. Girl who loves me right. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Lesz a folytatás? Hát gondolkoztunk már azon, ugye, mint mondták az előbb is, hogy összeállunk és majd még csinálunk. Ez egy működő csapat, nem azért, mert jó a dal, mert azért is, de hogy látszik, hogy amit itt csináltok, ahogy itt vagytok a stúdióban, ez egy működő csapat. Azért kérdezem, tehát hogy ez nem egy ilyen általános kérdés. Persze, persze. Hát nem mindig működik, ami működik. Ez na. Most furán hangzik, de ezt most nem ellenük mondom meg senki ellen, csak van, amikor valami például nagyon jó, de mégis szétmegy. Például a Backstreet Boys, ott volt, mégis szétmentek. Szóval ez nem ezzel múlik, mindenkinek megvan a kis saját élete, nekünk is vannak terveink, nem tudom, hogy hozza még a jövő. De természetesen szeretnék, én személy szerint szeretnék velük dolgozni, mert rengeteget tanulhatok tőlük, mint Viktortól, mint Jovitól, és mint Justintól, a barátomtól rengeteget. Úgyhogy én szeretnék velük dolgozni, meglátjuk, hogy sül el. Hogy bírtátok összehozni azt, hogy csapat legyetek akkor, amikor ilyen korlátozások vannak, és ugye mindenki arra bíztat, és attól óv mindenki, hogy ne találkozzatok, maradjatok otthon. Hogy sikerült ezt összehozni? Hát szerencsére már létezik a Facebook, meg az internet, úgyhogy szóval az egészet így interneten össze tudtok hozni magát a zenét megkaptuk Andreástól, az alapot. Nem kellett ahhoz, hogy ti találkozzatok, és személyesen is tapasztalatot szerezzetek egymástól, legalább megérezzétek egymást? Első körben nem. Első körben lefixáltuk, hogy ki mit szeretne nyomni ebben a zenében, ki hogy képzelte el. Facebookon ugye megbeszéltük, hogy akkor ki hogy gondolja, és amikor eljött a nap, hogy akkor jó, csináljuk meg, akkor természetesen személyesen találkoztunk, elmentünk Viktorhoz, de ezt megelőzte egy fotózás. Voltunk fotózni. Szóval ezt ki akartam kérdezni, igen, találkoznunk kellett mindenféleképpen. Viseltünk maszkot, jaj, kesztyűt. Volt PCR teszt. Viccet félretéve megtartottuk a 8 méter távolságot, maszkba énekeltük fel a zenét is, azért egy kicsikét más. De egyébként muszáj volt találkoznunk természetesen, és én úgy éreztem, hogy első pillanattól fogva Viktorral teljesen
egymásra hangulottunk. Jovit ugye már a Justin által régebről ismertem, jártunk fel hozzá játszani, PlayStation, VR, vele is tök jól kialakult ez a kapcsolat, hát Justin vele meg, mintha édes testvérem lenne, szóval őt nem kell bemutatni. És ugye akkor összeálltunk, és átmentünk a fotózás után Viktorhoz, ott elkezdtünk első körben ugyanígy jammelni, és én megmondom őszintén, nagyon féltem. Ezt nem most csináljátok először, amit tapasztaltunk? Hogy... Őszintén, másodjára. Ja, másodjára? Ez másodjára, igen. Igen. Hát a Viktornál, amikor voltunk, tök jó, ott a stúdiót volt dob, zongora, gitár, minden. És akkor ott, hogy mosolyog közben. És akkor ott én próbálkoz, életemben nem doboltam. Igen, van neki minden is. És én életemben sajnos nem tanultam semmilyen hangszeren, és akkor ott elkezdtem dobolni, hát sajnáltam szegények fülét, mert borzasztó volt, de tök aranyosak voltak, mutogatták, hogy mit, hogy. És ugye eljött akkor az, hogy zene, énekeljünk, és én voltam az első, és akkor gyomor idegben álltam, jobban izgultam, mint hogyha egy nagy színpadon közönség előtt lennék, mert Görögországban ezt egyébként csináltuk a Justinnal, hogy nagy közönség, 800-900 fő, és csináltuk a show-t. És akaratlanul nekem az ott ilyen megszokott lett azért 9 hónap alatt. De mégis, amikor beléptünk a stúdióba, és Viktorral előtt ott énekelni kellett, az nekem egy ilyen nagyon fura érzés volt, mert én régebb voltam köbölt, nekem meg ez a Lehet zöld az ég, ez zene, én nekem az volt az egyik kedvencem. És akkor sose gondoltam, hogy összekerülünk. Na mindegy. És ugye akkor ezt tovább léptünk. A tisztelet meg az alázat elnyomott, mi? Nem mondanám, hogy elnyomott, hanem inkább hát kellő. Rád ült. Igen. Szóval hirtelen egy puff, egy nagy stresszlabda, fejbevágott. De szerencsére Viktor úgy állt hozzám, hogy tök jól kihozta belőlem szerintem, amit most jelen pillanatban akkor a legtöbbet tudtam. Folyamatosan próbálok fejlődni, és ebben például Jobb is nagyon sokat segít így a hangképzésben. Erre mondják azt, hogy megvolt a kémia. Igen. Na de hogyan tovább akkor egyenként, Giovanni? Én szerencsés vagyok, mert együtt dolgozhatok ebbe a projektbe a Magneotonnal, és későbbiek folyamán is tervezem velük az együtt munkát. Hallunk még rólad, azt jelenti? Maximálisan. Mind és Giovanni, vagy valamely projektekben? Giovanni néven, aha, de természetesen választottunk fantasztikus előadókat, és hamarosan ki fog jönni egy szám a Magyarország. Egy... De most szerénkedsz, vagy titkolózol? Nem tudom, hát te melyik szempontból veszed? Én azt látom, hogy szerénykedsz, meg titkolózol is. Én ilyen vagyok, szerénykedős, titkolózós vagyok. Mondd ki, kivel lesz dalod? Opitz Barbie-val lesz dalom. Nagyon jó. Egy fantasztikus énekesnő. Tudjuk. Vele lesz egy ilyen latin szám, aminek a címe Hasta la vista, baby. Te írod? Természetesen. A cím az onnan jött, hogy ugye a Terminator 2, az a Arnold Schwarzenegger mondja ezt a mondatot többször is, és akkor innen jött az ötlet még anno, akkoriban, hogy egyszer majd kéne írni egy nótát, ami mondjuk legyen ilyen latinos, és mondjuk benne azt, hogy áztál a vista, és akkor ez lesz igazából még ebbe az évbe. Aztán tervezem azt, hogy ami már kész, a nóta, például Horváth Charlie-val is szeretnék egy számot, azt már elkészült, tervezem, hogy az év végén szeretnék abból klippet forgatni, úgyhogy haladunk az úton. Akkor hallunk, várjuk. Igen. Viktor? Csodásan hangzik Jovinak a tuttai. Én is zenébe fogok tovább haladni. Én úgy döntöttem, hogy letarolom az összes klubot, amikor nyitás lesz, és egy egész funky lemezt készítek most el. Yeah. És... hát az első dal most úgy néz ki, hogy már most csatlakozik hozzám Lotfi Begi. Meg de az nem funky. Az nem. Az lesz. Viszont én funkikat dolgoztam át, illetve írtam új mint funky például számokat. Mint például a Street Life, vagy nem csak funky lesznek ilyen régi diszkók, például a Maniacból csinálok egy teljesen új dolgot, meg stb. Kb. 8-9 számok. Mikorra tehető ez, hogy hát, elkészül? Most már majdnem készen vagyunk, most még becsatlakozik hozzám is egy énekesnő, ha minden jól megy. De az a kérdés, hogy konkrétan mikor jössz vissza ide hozzánk ezzel? Ja, hát holnap. Nem, hát szerintem, hát ezt most befejezzük egy hónap alatt, aztán én elmegyek egy hónapra, majd azt követően. Nyáron? Nem, most. Mármint, hogy nyáron jössz vissza, ezt úgy értem. Hát már május végén. Oké, akkor várunk. Jó? Oké. Hajrá. Köszönöm. Different? Hát igen, nekünk egy nagyon különleges helyzet és sorsnak köszönöm. Mi a sorsra bíztuk magunkat. Helyes. Mit dob a gép. Viktor hát ezt nekünk... szerintem kultiválja. Igen, mi is. Sorsra, és mi ugye nekünk az alapelvünk, amit a közönségnek szeretnénk ugye sugározni, ez a pozitivitás, remény és kitartás.
És nekünk most jött egy nagy lehetőség, és úgy néz ki, hogy egy 7-8 hónapra elhagyjuk Magyarországot. Természetesen lesz olyan nagy felkérés az együttes kapcsán, hogy haza kéne jönni egy tévéműsorra, vagy bármilyen. A korlátozások ellenére van ilyen lehetőségetek? Sőt, mint több, mi most Görögországba fogunk menni egy 7-8 hónapot turnézni. De most akkor jól földobjátok magatokat a sikerlétrán ezzel a dallal, és eltűntök Magyarországra? Nem. Kintről mi folytatjuk. Igen? Persze. Jó. Sőt, mi több zenével fogunk foglalkozni, turnézni fogunk menni nagyon sokat hotelektől, hotelek, klubokból, klubokba. Visznek minket, és még az közben még egy luxus hotelban is van szerencsénk mind a kettőnknek vezető pozícióban dolgozni. És ezt nem szeretnénk kihagyni, viszont a zenélésre szeretnénk kihagyni, így a zenélést is folytatjuk, kintről forgatunk. Hát összehoztuk a munkát a zenével. Szóval, igen. Hát srácok, azt tudom mondani így összefoglalva mindannyiótoknak, hogy mindannyian találkozunk. Még találkozunk a Different-en, mert alkotnak, jössz Viktor, ugye Varga Viktor még visszajön, és Giovanni is jön még, mert alakulnak a projektek, úgyhogy live session továbbra is. Azt hiszem idén még veletek, jó? 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 Szuper, köszönjük. Várunk benneteket. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Na, ezzel búcsúzom. Sziasztok, Tóth Pétert hallottátok. Sziasztok! Csókolom, világ! Sziasztok! Csókolom. Sziasztok! Manna FM. Örömre hangol.